Oké, akkor kezdünk. Sziasztok! Lukács Krisztián. A mai meetupon próbáltuk összeszedni nektek azokat a szoftvereket és szolgáltatásokat, amik segíthetnek, hogy elindítsátok a saját vállalkozásotokat. 4 prezentációt fogtok hallani összesen maximum 10 órában. 4 órában? 10 órában? Nem, senki. Oké. Először én fogok kezdeni egy ilyen dokumentáció, projektsegítő, CMS megoldásokat kínáló prezentációval, és akkor sorban egy feladatkezelővel, a Google-nek a dokumentumkezelővel és a Google-nek az App Engine szolgáltatásáról fogtok egy előadást hallani. Le kell ülnöm, hogy lássak mindent. Hallottok hátul is rendesen? Oké. Szóval egy gyors áttekintés. Nekünk most jelenleg 2 startupunk fut, és sokat törtük a fejünket azon, hogy mire költsünk, milyen szoftvereket kezdjünk el használni, mi az, amit megvegyünk, mi az, amit próbáljunk ki ingyenes szoftvereket. Gyakorlatilag a 3 legfontosabb terület szerintem ilyen informatikai támogatásban az a projektnek a vezetés és dokumentálása. Ugye a SEO, hogyha egy olyan valami terméket állítotok elő, ahol fontosak a kulcsszavak és a keresőből jöhetnek rá emberek, és akkor ha már SEO-val foglalkoztok, akkor kell a CMS megoldásra is gondolni. A projektek gyakorlatilag a feladatkezelésről, naplózásról és dokumentálásról szólnak. Feladatkezelésben 3 jól elkülöníthető rész van, amiről az egyikről lesz egy egészen bő prezentáció, hogyha azt nagyon részletesen nem mondanám el. Gyakorlatilag használhattok egy GTD rendszert, vagy valamilyen csoport alapú munkát támogató to-do listát, amiben könnyen adhattok egymásnak feladatokat. Ugye és egy ticketing rendszer. Mi a különbség ezek között? Gyakorlatilag a ticketing rendszer az egy olyan szoftver, amiben be tudtok igényeket, hibalistákat, fejlesztői funkciókat tenni, és az egyes státuszok között a projektnek a tagjai húzgálhatják ezeket a tiketeket, adhatják tesztelésre, visszaadhatják fejlesztésre, dokumentálásra, tehát a projekttagok gyakorlatilag ezeket a feladatokat adogatják egymásnak. A to-do listák azok a legegyszerűbbek, amik ingyenesen elérhetők, megtehetitek, hogy létrehoztok benne csoportokat, a csoportokhoz hozzárendeltek felhasználókat, és a felhasználók egymásnak feladatokat adhatnak különböző prioritásokkal, dátumhoz rendelve vagy dátum nélkül. És akkor vannak ezek a GTD rendszerek, amik jellemzően legalábbis én nagyon jót nem találtam, ami csoportmunkát is támogatná és ingyenes is. Ott ugyanúgy feladatokat adhatok magatoknak, projektekhez rendelhetitek, ilyen névterekhez lehet hozzárendelni. Erről nagyon részletesen szól majd a következő előadásunk. Igen, ezt fogom átugrani, ezt helyettesítjük egy teljes prezentációval. Jó? Csoportos feladatkezelőre a legjobb megoldás, amit jelenleg találtam, az az Astrid nevű alkalmazás. Ennek van desktopra is és mobil alkalmazásra is egy-egy kliense. Az érdekesség az, hogy ingyenesen lehet regisztrálni, és ahhoz, hogy feladatokat osszatok egymásnak, vagy ügyfeleknek, vagy barátoknak, nem kell az adott személynek beregisztrálni a szoftverbe. Tehát létrehozod a listát, megírod a feladatot, hozzárendeled a prioritást, vagy a dátumot, és utána, ha egy e-mail címmel hozzárendeled a feladatot, akkor az a felhasználó erről egy összefoglaló értesítést kap. Amikor ha válaszol az e-mailre, akkor az e-mailnek a tartalma rögtön megjegyzésként bekerül a feladat mellé. Tehát nagyon jól lehet használni úgy olyan emberekkel is, akik nem szeretik ezt, hogy 100 szoftverbe beregisztrálok, mindenhol vannak accountjaim, jelszavakat nem tudja megjegyezni, szépen lehet velük kommunikálni, egy dologra kell csak figyelni, hogy az e-mailek, ahogy a tartalmuk nő, úgy a megjegyzések is teljes egészében, tehát az e-mailnek a teljes tartalma bekerül a megjegyzésbe. Tehát azt jó nekik megtanítani, hogy ezt a féloldalas, ne nyomtass ki ezt az e-mailt, meg csak a bizalmas információ alapján, stb. Ezek a hosszú szövegek, ezeket töröljék ki, amikor válaszolnak, és hogyha válaszolnak, akkor szépen a megjegyzések egymásra ott vannak. Oké. Projektre lehet bontani, tetszőleges számú feladatokat, tetszőleges számú usert regisztrálhatok, és teljesen ingyenes. Ez a legegyszerűbb módja ugye a feladatkezelésnek. A ticketing rendszerben ugye hibákat lehet bejelenteni, minden feladatnak van egy munkafolyamata, tehát egy to-do listában ott adhatok egy
feladatot, határidőt, esetleg prioritást, és ez vagy kész van, vagy nincs kész. Egy ilyen ticketing rendszerben egy teljes workflow-t hozzá lehet rendelni az egyes folyamatokhoz. Tehát én kitalálom, akkor azt kiviszem a piacra, validáltatom, megkérdezem az ügyfelemet, visszajövök, specifikálom, átadom a fejlesztőknek tesztelésre, ők egymás között megnézik, hogy jól tesztelték-e le, rendben van-e a kód, megpróbálják kipublikálni, kiélesítik, visszaadják nekem, hogy fogadjam el. Tehát egy egész komoly szertágazó workflow-t felépíteni. Ebből a legjobb, amit találtunk, és így jelens, az a Redmine. Nagyon sok plugin telepíthető bele, támogatja a Scrum és a Kanban módszertanokat is, tehát mindenre ideális. Fejlesztők írták fejlesztőknek, tehát nagyon szép felületekkel azért ne számoljatok, de nagyon jó paraméterezhető. A Jira egy kicsivel összetettebb rendszer, ez fizetős, nem egy horror összeg, tehát azt hiszem 10 dollárig, nem 10 userig 10 dollár, tehát ilyen induló startupoknak még tökéletes. Modulonként ez a körülbelül 10 dollárral kell számolni ilyen felhasználó számnál, és tud minden színes, szagos, szép grafikonokat, a menedzsmentet támogató, döntést támogató modulja is vannak. Össze lehet kötni mind a két rendszert egy ilyen forráskód ellenőrző szoftverrel, tehát megnézi, hogy a fejlesztési szabályoknak megfelel a forráskód, olyan hosszú egy funkció, amennyit szeretnétek, oda vannak a téve a kettős pontok és a kapcsolzárójelek, ahova szeretnétek. Tehát egy jó minőségű kódot lehet egy ilyen ticketing rendszerrel előállítani. A következő, ami ilyen fontos pont szerintem egy startup, vagy egy ilyen szoftvert előállító startup életében, az az, hogy a munkafolyamatokat és a fő mérföldköveket azokat naplózzátok. Vannak olyan megoldások, amik ezt az összes funkciót egyben kínálják, de olyan ingyenes megoldást, ami mindent jól tudna, nem találtunk. Általában ezért a pár 10 dollárért vagy pár 100 dollárért találtunk fizetőseket. Ami egy nagyon jó naplózó rendszer, és támogatja azt, hogy a projekttagok egymással információt osszanak meg, a fő mérföldköveket jól ledokumentálják, arra az Evernote a legideálisabb. A licenszelése az freemium, tehát hogyha 60 megánál kevesebbet töltötök fel egy hónapba, akkor ingyenes. Hogyha a fölött szeretnétek valamit feltölteni, akkor azt hiszem 5 dollár vagy 6 dollár így a havi díja, és akkor már 1 gigás feltöltési limitetek van. Ez az Evernote tudja, ugye az alapfunkciókat kereshető, lehet tegelni, projektekhez, napokhoz lehet rendelni a hozzászólásokat, és meg lehet osztani bizonyos csapattagokkal, külső e-mail címekkel, mindenkinek Evernote előfizetésre kell rendelkeznie, szerkesztésre vagy olvasásra. Ami egy nagyon érdekes funkciója az, hogy ha PDF-et töltötök föl, akkor belekeres, akkor is, ha a PDF vagy a fotó egy kézzel írott jegyzetről készült. Tehát gyakorlatilag kézzel jegyzetelek valahol, és mondjuk én el tudom olvasni a saját kézírásomat, jellemzően ez azt jelenti, hogy mondjuk nagybetűket használtok benne, és szépen leírjátok, amit szeretnétek, és akkor bele tud keresni, felismeri ezeket a karaktereket, és nagyon jól visszakereshetővé teszi a meetingeknek a jegyzeteit is. Dokumentálás. Ez is egyik prezentációnk lesz. Gyakorlatilag a csoportos dokumentumok előállítására jobb rendszert, mint a Google által kínált, nem találtunk. Ugye van egy Google e-mail címed, egy fiókod, akkor abban tudjátok egymásnak megosztani és egymással szerkeszteni a dokumentumokat. Erről is lesz egy külön prezentáció. Ingyenes túlok és blogok. Ez a SEO szekció. Gyakorlatilag, ha elindultok, akkor én hiszek abban, hogy a legolcsóbb marketingeszköz, ami a legnagyobb megtéréléssel kecsegtet, az a keresőkre optimalizálás, amit SEO-nak hívunk. Ha valaki nem tudja, ez azt jelenti, hogy ha valaki keres egy kulcsszóra egy adott keresőben, akkor a találati listákon valahol előszerepel az a weblap, amit éppen menedzseltek. Jó? Nagyságrendileg ilyen Magyarországon egy jó minőségű tanácsadóval ilyen 30 forint körüli CT-ket lehet, CPC-ket, tehát ilyen átkattintási árakat lehet elérni, hogyha a SEO tanácsadó árát lebontjátok azokra a felhasználókra, akiket ő szállított azért, mert az organikus listába előre került. Jó, vannak ingyenes túlok és blogok, fizető eszközök, és egyre több meetup és tanfolyam érhető el az interneten, amiről hoztam egy kis összefoglalót. Az ajánlott weblapok közül egy párat megemlítenék. Longhandnek van egy blogja, ami a longhand.hu, ő szokott konferenciákon előadni.
egyre több munkája van, tehát lehet, hogy egy kis válaszidővel fog nektek válaszolni, de egy jó minőségű blogot vezet, régóta dolgozunk együtt, úgyhogy tudom őt ajánlani. A seokönyv.hu-ról lett átköltöztetve ez a blog nem olyan régen a mobil SEO oldalra, ami következő, amit ajánlani tudnék, nagyon sok elemzés, részletes fordítások érhetők el. A SEO Audit pedig Fülöp Imréknek a blogja, akik a Kirovskiból kiváltak és most önálló ügynökségként nyújtanak SEO szolgáltatásokat. Én a SEO Audit-tal rendszeresen dolgozom, ma is itt voltak 8 órát, tehát én SEO tanácsadással foglalkozom és az elmúlt években erre építettem az üzletemet, mégis a SEO Audit az, akit igénybe veszek, nem olcsóak, de mindig jól megcsinálják a dolgokat. A SEO tanfolyamot tettem még ide föl, ez egy weblap, amit én indítottam, és gyakorlatilag most már nem tudom, 4. vagy 5. éve több száz ember részt vett ezeken a tanfolyamokon. Általában havi egy tanfolyamot indítunk, és ez egy ilyen egésznapos, beülős gyakorlati oktatás. Vannak most már online mutációi, meg elindítottuk a SEO tanfolyam meetupot, ami ezen az URL-en érhető el. Igen, és van egy ingyenes, szintén az utolsó, az ingyenes, a SEO CMS, SEO plusz CMS meetup, ami a kereső optimalizálás és a CMS kapcsolatával foglalkozik. Mindig meghívunk valakit, aki valamelyik keresőrendszerhez ért, valamelyik CMS-hez, voltak Drupal előadók, voltak Joomla-hoz, WordPress-hez értők, és mindig arra egyezünk ezeket az előadásokat, hogy milyen modulokat kell felinstalálni, hogyan kell beállítani egy ilyen keretrendszert, hogy a találatlisták élőre kerüljetek. Oké. SEO eszközök közül a leggyakrabban ezt a 3-at használom. A SEO Moz az $99 érhető el, 5 projekt, nem is tudom, 2000-valahány száz kulcsszóval, projektenként 3 konkurenssel. Az alapfunkciókat nagyon jól tudja, tehát ha most indultok a SEO-val, akkor egy 2-3 évig biztos, hogy elegendő információt fog nektek adni. Milyen elemzésekben már nem a legjobb, de ahhoz tényleg napi 8 órában tanácsadásból kell élni, hogy attól több információra legyen szükségetek, mint amit ezt tud nyújtani. Az Open Site Explorer az egy ingyenes tool, gyakorlatilag weblapokról, konkurens weblapokról tudtok nagyon sok információt begyűjteni. Az Ahrefs pedig szintén egy bizonyos felhasználó és bizonyos lekérdezés számig ingyenes, alap napi munkára tökéletes. Tehát ha nem akartok órákat naponta SEO-val foglalkozni, akkor ebben a túlban nem fogjátok elérni az ingyenes küszöbnek a tetejét. Oké. Következőt említettem, hogy hogyan lehet weblapokat üzemeltetni, ugye miben lehet üzemeltetni, hogyha szeretnétek elsők lenni. Mi nagyon sokáig open source eszközöknek a hoztolásával, meg üzemeltetésével foglalkoztunk, és arra építettünk rá SEO-s megoldásokat. Átnéztünk több mint 100 darab wiki és CMS rendszert, aminek az eredménye az lett, hogy a wiki rendszerek közül most a DokuWiki-t használjuk, a CMS rendszerek közül, amit rendszeresen használtuk, az a Drupal volt. Emellett még 2 jelentős szereplő van szerintem, amivel érdemes foglalkozni, az a WordPress és a Joomla vagy Joomla. Mindkettőnek próbáltam felvenni a kapcsolatot a magyarországi képviselettel, de heteken keresztül nem válaszoltak. Drupalban viszont találtunk több olyan céget, és ha esetleg Drupallal kezdtek el foglalkozni, akkor abban tudok nektek adni tanácsot, hogy kikkel érdemes együtt dolgozni. Jó minőségű fejlesztéseket csinálnak. És van egy saját termékünk is, amit SEO CMS-nek hívnak, ez egy keresőkre kihegyezett ilyen content management framework, tehát egy fejlesztési keretrendszer. Következő szlájdon erről szeretnék egy-két mondatot még mondani. Ami a érdekessége, hogy létrehoztunk egy olyan csomagot, ami kifejezetten startupoknak az indulás megkönnyítő csomag, ami azt jelenti, hogy a 750 eurós licencdíjat azt nem kell kifizetni, vagyis ezt meghitelezzük minden startupnak. Mi startup vagyunk és CMS-ekkel is foglalkozunk, úgyhogy elég sok minden probléma, amivel szembesülhettek az induláskor, azon mi átmentünk és megpróbáltuk ebbe a rendszerbe beleépíteni. Újdonság, hogy rendelkezik egy API-val, ami azt jelenti, hogy tetszőleges admin felületet tudtok hozzá csatolni. Most készülnek az open source admin felületek Drupalból, WordPressből, hogy alá lehet hozzá csatlakozni. Mivel publikus a leírás, ezért arra használjátok, amire akarjátok, beküldítek a tartalmakat,
annyit végig csinál ez a rendszer, hogy elvégzi az ellenőrzést, és visszaadja a hibalistát, hogy SEO szempontból mi a probléma, és kipublikálja valahová, vagy egy lokális file szerverre, vagy a CDN-be, a következő fejlesztések eredményeként, vagy az Amazonhoz, vagy a Googlehez, vagy az Azure szolgáltatásában Microsoftnak. Olcsó üzemeltetni, a Google mérése szerint ez a világ egyik leggyorsabb keretrendszere, gyorsabb, mint a világ weblapjainak a 99%-a, és hát a SEO CMS-en érhetitek el a weblapot. Köszönöm szépen! Kérdések, ha vannak, akkor azokra nagyon szívesen válaszolok, és egy-egy témát elmondok részletesebben is, ha szeretnétek. Amit a legelőbb mondtál, hogy így meg lehet osztani különböző információkat így munkatársakkal, az mennyire lesz publikus utána, ez nem tud semmilyen módon kikerülni idegen. A feladatkezelő? Igen, igen. Ha az Acidról beszélünk, akkor ott beállíthatod, hogy ez a lista, az a projekt, amiben dolgozol, az egy zárt csoport, vagy pedig teljesen nyilvános. És ez a zárt csoport, akkor csak azok látják, akiket meghívtok a csoporthoz. Tehát ha meghívsz valakit, akkor az látni fogja. És ez egy biztosított tartalomkezelés, vagy van? Hát kormányzati célokra nem biztos, hogy használnám, de egyébként én használom. Tehát az, hogy melyik projektünkben éppen hol járunk, vagy mit csinálunk, azt nyugodtan fel. Mert nyilván utána megvannak a folyamatok, a lépések, és hogyha ez egy valakihez eljut az összes, akkor abból ő is igazából elő tudja állítani azt, amit dolgozol tulajdonképpen. Hát most, tehát hogy azt mondod, hogyha valaki látná az én napi feladatlistámat, akkor abból elő tudná állítani azt a munkát, amit én végzek. Hát talán. Nem? Én nem látom ebbe a kockázatot. Mm. És nem tudom, van éppen valamelyik nap néztem 1600 task, nem tudom, 90 projektbe, ha most kiexportálom, odaadom neked, én nem hiszem, hogy utol fogsz élni. Tehát olyan, nincsenek csatol dokumentumok, nincsenek hangfájlok, nincsenek jegyzetek, a forráskód nincsen hozzá például. Ja. Én nem látom ennek a kockázatot. Valaki? Esetleg? Igen. És milyen keresési, van összetett keresésben? PDF. Gyakorlatilag szabadszavas keresés van benne, amit, mint említettem, ha képként, tehát például azt gyakran csinálom, hogy kapok egy papírdarabot, egy számlát, amit lefotózok a mobiltelefonommal, feltöltöm az Evernote-ba, és kereshető a tartalma. Tehát felismeri, mondom, még a kézzel írott jegyzeteket is felismeri, és lehet szűkíteni projektekre, lehet szűkíteni tegekre, ezeket a kereséseket elmentheted. Persze, szabadszavas keresés van benne, és ezt összerakhatod. Tehát ír. Freemium modellt követ, ami azt jelenti, hogy az alapszolgáltatások ingyenesek, és hogyha egy bizonyos szintet elérsz a használattal, akkor kell érte 1000 forintot fizetni havonta. Gyakorlatilag, hogyha 60 megánál kevesebbet töltesz föl a felhőbe, havi szinten, akkor ingyenes. Tehát 60 megát feltölteni szöveges dokumentumokba, azt nagyon nehezen tud elérni. Hogyha nekiállsz és az összes diagramot és a whiteboardoknak a fényképeit mondjuk mindig feltöltöd, akkor túl fogod lépni a 60 megát, akkor 1000 forintba fog kerülni havonta. De a másik előnye, ezt az 1000 forintot kifizeted, amit mi is használunk, hogy akkor a mappák szerkesztésre is megnyithatók az ismerőseiddel, és akkor már úgy lehet. Valaki? Igen, bocs, angol vagyok, szóval kicsit furcsán beszélek, de szóval a Evernote felismeri a magyar vetőket. Igen? Igen. Az ékezetes? Ékezetes? Igen. Megnézem a hosszú őt, meg ilyeneket, aha, jó? Jó. Az angol biztos? Az nekem tökéletlen. Most gyorsan egy nagy hosszú őre, mert azzal szokott probléma lenni, ugye? Aha. Tehát most csak a nagy űrre rákerestem, és itt dobálja ki a különböző jegyzeteket, PDF-eket,
képernyőképeket szoktam csinálni szoftverekből, úgyhogy arra is. Tehát még a képekben is megtalálja hosszú őket. Akkor belecsapnánk a feladatkezelés rejtelmeibe. Köszönöm szépen!